Hidas Frigyes Quartettino című szerzeményét adták elő két trombitán, egy vadászkürtön és egy harsonán a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fúvós tanárai kedden kora este a zeneiskolában. A darab az iskola hagyományos, a zenevilágnapját ünneplő hangversenyét nyitotta meg. A zenének olyan varázsereje van minden ember számára, hogy azt nem lehet elmondani, és ugye ebből az apropóból csinálunk a zeneiskola tantestületével egy, úgy gondolom, hogy egy fantasztikus ígérkező hangversenyt. A zenevilágnapját 1975 óta Yehudi Menuhin hegedű művész kezdeményezésére október elején tartják. Ebből az alkalomból a Gyulai Zeneiskola tanárai minden évben hangversenyt adnak. A karácsonyi és a tavaszi koncertek mellett ez a harmadik alkalom az év során, hogy az oktatók bemutathatják, nem csak pedagógusok, hanem zenészek is. A zenevilágnapi hangverseny célja továbbá az is, hogy a tanév elején meghozza a gyermekek kedvét a hangszer tanuláshoz. Mi vagyunk szerintem az egyetlen egy iskola itt a környéken, ahol nem fogy a tanuló létszám, hanem nagyjából stagnálnál. Most elmondhatom, hogy tizedik tanévemet kezdem itt a művészetiskola élén. Tulajdonképpen van érdeklődés a hangszertanulás iránt, és úgy gondolom, hogy egyre inkább lesz is itt a számítógép világban. A szülők is úgy gondolják, hogy hasznos dolog a zene, illetve a tánc, a képzőművészetnek a tanulása. A legnépszerűbb hangszerek a gyermekek körében továbbra is a dob és a gitár, de a klasszikus hangszerek iránt is egyre nagyobb az érdeklődés.